50 éves a Bársony János tagóvoda, az intézmény 1974-ben költözött jelenlegi helyére, ahol azóta helyet kapott két Waldorf csoport, egy komplex művészeti és két mozgásorientált csoport, de nagy hangsúlyt fektetnek a gyermektáncra és a környezettudatos nevelésre is. A jubileum alkalmából az intézmény óvodásai és volt növendékei mutattak be zenés-táncos előadásokat. Néptánc produkció nyitotta meg a Bársony János tagovoda jubileumi műsorát. Az eseményen az intézmény egykori vezetője is részt vett, aki több mint 40 évig volt jelen az óvoda életében. Nagyon szép emlékeim vannak az óvodáról, nagyon ragaszkodom magához az épülethez is, mert amikor mi ezt birtokba vettük, akkor mi nagyon-nagyon boldogok voltunk. A vászonfehérítőté lakásovodából jöttünk ide, ami ahhoz ez palota lett nekünk. Sok idő telt el azóta, ugyanis az óvoda pénteken ünnepelte 50. születésnapját. Ezt ünnepeljük most, de nem hagyományos módon, hogy egyszer egy jubileumi ünnepséggel, hanem egy jubileumi programsorozattal. Óvodánk sikeresen pályázott 2023-ban őszén, a Kincses Kultúrovoda címet nyertük el, így a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatja intézményünket. A tagintézmény igazgató kiemelte, ebből a támogatásból volt lehetősége az intézmény teljes nevelőtestületének részt venni egy továbbképzésen. Az itt tanultakat alkalmazva állt össze a jubileumi műsor, ahol a gyerekek és a nevelők is színpadra léptek. Az ünnepségen Varga Andrea alpolgármester mondott köszöntőt. 50 évre visszatekintve azt kell látni, hogy egy óriási szakmai munka is van emögött, az 50 év mögött, és hadd mondjam el, hogy ez az egyik különleges óvodánk, hiszen itt Waldorf csoportok is működnek. Az eseményen az intézmény óvodásai és volt növendékei adtak elő zenés-táncos műsorokat, majd a közönséget bevonva a tánchez várt a részvevőkre. Az ünneplés nem ért véget a mai nap, ugyanis a Bársony János tagovodában jövő héten egy jubileumi gyereknapi rendezvényen folytatódik a mulatság.